Na hát, szervusztok! Szervusztok! Szeretnénk a gépeket bemutatni, milyen gépeink vannak nekünk. Ugye van mindenféle fűkaszák, fűnyírók, gyerszellőztetők, illetve láncfűrészek. És van ott még egy kis gép, az egy lomfúvó. Akkor Bálint fiam, mutasd be, hogy milyen gépek vannak. Ez itt egy milyen gép? Ez itt egy Gardena, Husqvarna termék, gyepszellőztető. És láthatjátok a kése, csíkokban van, ha itt szedik ki a mohát meg a dzsúvát, az nagyon nagy hasznunkra volt tavasszal. Igen. Múlt tavasszal. Igen, valahol van ennek egy fűgyűjtője is, igaz? Persze. Ja, ott rajta is van, aha. Jó. Jó van, oké, visszarakhatod. Oké. Jó. Hát igen, ez egy fűszellőztető, gyepszellőztető. Oké. Itt mellette, ez a zöld-fehér, ez mi? Viking. Hát, nem itt. Nagyon rajongok érte, már nagyon ordít. Ordít? Igen. Hát már öreg gép már. De jó. A kotyogás a kerekén is már. Nagyon veszélyes. Hát igen, már oda van már, ja. A gép. De az a legjobb benne. De burkolat alatt van még egy vasburkolat. Úgyhogy ha ez tönkre megy, az jó még. Hát igen, ez a Brix motor persze, az van alatta. Ott a műanyag alatt, ja. Na, a következő, ez mi? Egy habverő. Habverő? Ez az 24C. Uh-huh. Igen. Ez is megért attól még a maga idejét, hogy régi. Hát ez csak egy ilyen szegélyvágó, nem? De. Ezt már csak tényleg ilyen habverésre használjuk, másra ez már nem jó. Vasárnaponként a süteményt ebben meg lehet csinálni, ja. Igen. Következő, ez milyen gép? Új, nagyon csillog. RX. Uh-huh. Igen, mondjad. Most lehet róla tudni, hogy a fűt azt viszont francosul dobálja, de nagyon jó dél. Gép. Igen. Ez a legújabb gépünk, igaz? Igen. Ilyen kis gép, 5 kilós. 1,4 lóerő. Ez ennél nagyobb gép nem is kéne. Mérges gép. Könnyű és mérges. Kis fűre, igen. Sűrű fűre, illetve vékonyszáró fűre. Nagyon fasza. Igen. Viszont egy bitang jön. Ez mi ez? Az 545-esnek az utódja. Elődje. És az elődje. Igen. Utódja az már később jön. Persze. Igen, szóval? Mi a neve ennek? Mi ez? 100? Ne viccelj már. 345-ös, igen. 545-ösnek az elődje. Ja. 2,7 lóerő, rezgőcsillapított. Ez ugye még nem a X-Tor motoros, de ez egy nagyon jó gép. Tehát ez egy nagyon bevált, ez egy atombiztos gép. A 20-nától. Igen, következő ez mi? Ugyanaz. Mi ez? Ez 545. 545. És RX4. RX. Ja, ott van, aha. Na, ez az utód, igaz? Igen. Ez az utód, ennek az utódja. De majdnem úgy néz ki. X-Tor motor. Tulajdonképpen ugyanaz a szökhajtás, egészségedre szökhajtás, szár, foggantyú, minden ugyanaz. Benzintank. Annyi, hogy ez már a X-Tor motor, Husqvarnának a X-Tor motorja. Az alkatrészt azt néztem, a kipufogója teljesen ugyanolyan. Más a kipufogója azért, más. Hát hasonló, de azért más. A kipufogó része az igen. És itt jön egy izmos gép, a 153R. 153, igen. Ez egy Maruyama motoros. Maruyama az egy japán cég, ugye? A Husqvarna felvásárolta, a Komatsuval együtt. Ez igazából nem baj, tehát ez Husqvarnának ez csak jó, lehet. Igaz, hogy ez a Maruyama, ez a motor le van butítva már olyan szempontból, hogy a fordulata vissza van folytva, igen, mert 50 köbcentis gép és csak 2,2 lóerő. De viszont a nyomaték azért az brutális benne. Ha csak tized, nem sokkal. Innen már lemaradt hárommal. Azért nem sokkal lett volna három, ha nem folytják vissza. Igen, hát
Ugye a tubust ezt már mi raktuk rá, az a rezgéscsillapító tubust ide középre. Ott van egy gumibással biciklivel. Jó. Én rezgéscsillapítás azért mégis, hogy legyen, mert azért egy eléggé rezgett a gép. Jó, akkor itt még mi van? Itt is van egy... Fűnyíró 247 SP. Ennek azért kereke nem mozog annyira. Hát azért ez egy új, ezt most vettük nemrég ezt is. 247 SP, így van. Hát már meglássuk, hogy mit bír ez a új Brix motor. Elvileg azt mondják, hogy jó, meg korszerű, meg minden. Nem vigyázni nagyon, kell rá. Nem nagyon jó, mert ez nagyon miért baj, nem? Ha itt ellatyag. Hát műanyag, itt valami, burkolatok, ha... igen. Nem hiányzik semmi, hát a burkolatok műanyagok. Újaknál most már ez van, tehát ez, itt most már nem tudsz mit csinálni. Nem olyan, mint régen, hogy vasból van az egész burkolat. Fémből. Erre vigyázni kell, akkor szerintem azért ez sokáig jó lesz. És itt még van egy kis gép. Mi ez? Szóló, az van rá. Sóló. Sóló. Ja, ez egy lombfúvó. Nem régen nyitottuk be? Igen. Hát ezzel lombot lehet fújni, meg a füvet, betonról, amikor levágtuk. Ugye? És mutatjuk ma, amikor szélesztél, akkor jöttünk. Így van. Na, hát akkor nagyjából ennyi a mi gépparkunk, igaz? Még van, akit láncfügy. Ja, bocsánat, tényleg a láncfügy, ez így van. Ez itt mi ez? Sugihara. 135-ös. Mi ez a sugihara ott? Sügérhere. Sügérhere? Az láncvezető. Az csak a láncvezető, aha. A gép igen. 135-ös. 135-ös, az is X-Storm motoros. Igen, ez is egy két éves gép. Hát jó, le van pucolva most ugye. De azért ezt is szoktuk használni azért kisebb fák vágására, meg ilyen bozótos, meg ilyen cuccokra. Jó kis gép ez, nem? Igen. Jó, jó mérges gép ez is. Itt meg van egy öreg gép. Mi ez? 260 XP. Szerintem ez a legöregebb gép. Ez itt csókolomot lehet köszönni ennek a gépnek. Mert ez 1989-es gép. Láncvezető lánc, az új rajta, illetve ez a láncdekni is, ez is új rajta. Kicsit gagyi. Ocs. Gagyi? Hát, figyelj. Kicsit bocska, ez így nagyon mozog így oldalra. Hát jó, az után gyártott sajnos, igen. Ez nem az eredeti, mert az eredeti ehhez már nem kapható. Hát de működik a láncfékje, tehát persze. Ennyi. Jó. Egy donorgépet is ettek ahhoz. Hát igen, van ehhez egy donorgépünk. Igaz, hogy már nem sok minden van meg abból, de... Tankozik, de alul azon ér, vagy gas. Gas, hát igen, hát az a gáz. Gyere. Ott meg chain oil, tehát lánc olaj. Láncnak az olaj betöltőnyílása, meg ugye a benzin. Ugye a rusk. Huskvarna. Huskvarna, hát az SQ úgy ejtjük, huskvarna. Egy huskvarna, papa úgy ejtjük. Igen. Na jó, hát akkor ennyi volt nagyjából a gépeket itt bemutattuk, amik vannak itt nekünk, amivel dolgozunk. A következő videóban majd be is indítjuk őket majd egyszerre. Jó nagy hangzavar lesz, igaz? Ja. Azt majd akkor lehet, hogy csinálunk egy olyan videót is. Oké? Igen. Na akkor köszönjünk el. Sziasztok. Akkor sziasztok.